Rút könyve. Első rész. És lőn azon napokban, amikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elment egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék, ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naomi. Két fiúk pedig Mahlon és Kiljon, efrataiak, a Júda Betleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának. Meghalt pedig Elimélek, a Naomi férje, és maradt ő és az ő két fia, akik Moábita leányokat vőnek feleségül, az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Rút. És ott lakoztak közel 10 esztendeig. Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon és Kiljon is, és marad az asszony az ő két fia és férje nélkül. Felkelt azért ő is az ő menyei, és ő visszatért Moáb mezejéről, mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon néki kenyeret. És kiméne arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. És mondta Naomi az ő két menyének, menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal és él vele. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában. És megcsókolá őket, és ők nagy fennszóval sírálnak. És mondák néki, bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig mondá, térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének. Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok sem, hogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha ez éjjel férjhez mennék is, és szülnék is fiakat. Ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig felszóval tovább sírának, és Orpa megcsókolá az ő napát, Rút azonban ragaszkodik hozzá. Ő pedig mondta, íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez. Térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. És ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szól a néki többet. És mentek mind a ketten, míg len Betlehembe érkezének. És lőn, hogy amikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondák, nem, de nem Naomi ez? És ő mondta nékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engem az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet? Így tért vissza Naomi, és vele a moábita Rút az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Betlehembe az árparatás kezdetén. Második rész. Volt pedig Naominak egy rokona az ő férje után. Előkelő derékember, Elimélek nemzetségéből, neve Boáz. És mondta a moábita Rút Naominak, hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akinek szemei előtt kedvességet találok. És az mondta, menj, édes leányom. Elment azért, és odaérkezik, szedegete a mezőn az aratók után. És történetesen oda találta Boáz szántó földjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt. És íme
Boáz kijött Betlehemből, és mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek, és ők mondának néki, áldjon meg téged az Úr. És mondta Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a leányzó? És felelt a szolga az aratók felügyelője, és mondta, az a moábita leányzó ez, aki Naomival jött a Moáb mezejéről, aki mondá, hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után, és ide jöve, és itt maradt reggeltől fogva mind mostanig, és csak éppen most pihent egy keveset a házban. És mondá Boáz Rútnak, ugyan halod édes leányom, ne menj szedegetni más mezőre, és elmenj innen, hanem menj mindenütt szolgálóim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Íme meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged. És ha megszomjuhozol, menj az edényekhez, és így áll abból, amit a szolgák merítenek. Akkor ez arcra borult, és meghajtá magát a földig, és mondanéki, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Boáz pedig felelt és mondanéki, bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ez pedig mondta, találja kedvességet a te szemeid előtt, Uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgáló leányait közül. És az evésnek idejekor szól a néki Boáz, gyer ide, és egyél a kenyérből, és márts be a te falatodat az eszetes lébe. És ő leült az aratók mellé, és pergelt gabonát nyújtott néki, és evett, és jól lakott, sőt még hagyott is. Azután felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak mondván. A kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. És ő szedegetett a mezőn mind estig len, és kicsépelte, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. És felvevé, és bement a városba, és napasszonya látá, amit ő szedegetett. Aztán elővevé, és odaadá néki, amit meghagyott, minek utána jól lakott vala. És mondta néki az ő napasszonya, hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, aki reát tekintett. És elbeszélte az ő napasszonyának, hogy kinél munkálkodott, és mondta, annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boáz. És mondta Naomi az ő menyének, áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól. És Naomi mondanéki, közel valunk nékünk az a férfiú, legközelebbi rokonaink közül való ő. És szól a moábita Rút. Még azt is mondta ő nékem, menj mindenütt az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az egész aratásomat. És mondta Naomi Rútnak az ő menyének, jó, édes lányom, hogy az ő szolgálóival jársz. Ne is találjanak téged más mezőn. Így járt ő mindenütt a Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árparatás és búzaratás bevégződött, és az ő napasszonyával lakott. Harmadik rész. És mondanéki Naomi, az ő napasszonya, édes leányom, ne keressek én néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod. Avagy nem rokonunké Boáz, akinek szolgálóival voltál, íme ő az éjjel árpát szóra szérűn, annak okáért fürödjél meg, és kend meg magad, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szélüre. Észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végezi ételét és italát, és ha majd lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja néked, mit cselekedjél.
és ő mondané ki, mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És lement a szérüre, és mindent úgy cselekedett, amit Napa asszonya parancsolta. És Boáz evett és ivott, és felvidámult az ő szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén, és az eljött titkon, és felhajtá lába felül a leplet, és lefeküvék. Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent a férfiú, és odafordult, és íme asszony fekszik az ő lábainál. És mondta, kicsoda vagy te? És azt mondta, én Rút vagyok, a te szolgálód. Terjesszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És ő mondta, az Úrnak áldotta vagy te édes leányom. Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derékasszony vagy. És most bizony igaz, hogy közel rokon vagyok, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Ez éjszakán háj itt, s majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg. Ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr, feküdj itt reggelig. És feküvék az ő lábainál reggelig, és felkelt, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerheté, mert mondta, meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött. És mondta, add ide a te nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsd. És ő oda tartotta azt. Boáz pedig mért 6 mérték árpát, és feladta néki. Maga pedig bement a városba. És elméne az ő napasszonyához, és az mondta, hogy vagy édes leánya? És ő elbeszélt néki mindent, amit cselekedett vele az a férfi. És mondta, ezt a 6 mérték árpát adta nékem, mert mondta, ne menj üresen a te napadhoz. És mondta Naomi, légy veszteg, leányom, míg megtudod, hová dől el a dolog, mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma. 4. rész. Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És íme arra ment az a legközelebbi rokon, akiről Boáz beszélt vala, és mondanéki, gyer csak, ülj ide, atyafi! És az odament és leült. Ekkor ő maga mellé vett 10 férfiút a város vénei közül, és mondta, üljetek ide! És azok leültek. És ő mondta a legközelebbi rokonnak, azt a darab szántóföldet, amely a mi atyánk fiáé Elimeleké volt, eladja Naomi, aki hazajött a Moab mezejéről. Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom mondván, vedd meg az itt ülők előtt és az én népemnek vénei előtt. Ha megváltod, válts meg. És ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtad kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok utánad. És az mondá, én megváltom. És mondta Boáz, amely napon megveszed a szántóföldet Naomi kezéből, akkor a Moábita Ruttól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támaszt a megholtnak az ő örökségében. A legközelebbi rokon pedig mondta, nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét. Válts meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Mondta annak okáért a legközelebbi rokon Boáznak, vedd meg magadnak, és lehúzta a saruját. És mondta Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok tanúim ma, hogy megvettem mindent, ami Elimeleké volt, és mindent, ami Kiljoné és Makloné volt Naomi kezéből. Sőt, a Moábita Rútot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasztak a megholtnak az ő örökségében, és ki ne vesszen a megholtnak neve az ő atyafiai közül és az ő helységének kapujából. Tanuk vagytok ma. És mondta az egész nép, amely a kapuban volt, és a vének, tanuk vagyunk. Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Ráchel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát.
és gyűjts vagyont Efratában, és szerez nevet Betlehemben, és a te házad legyen miként a Pérec háza, aki Támár szült Júdának abból a magzatból, amelyet az Úr adánt néked ettől az asszonytól. Elvevé annak okáért Boáz Rútot, és lőn az néki felesége, és bement hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogad az ő méhében és szült fiút. És mondák az asszonyok Naominak, áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Emlegessék az ő nevét Izraelben. És legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyet szülte őt az, aki téged szeret, és aki többet ér néked 7 fiúnál. Ekkor megfogá Naomi a gyermeket, és ölébe vette, és dajkája lőd annak. A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki mondván, fia született Naominak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyának, és a Pérec nemzetségei ezek. Pérec nemzi Hesront, Hesron pedig nemzi Rámot, és Rám nemzi Aminádábot, Aminádáb nemzi Naászont, és Naászon nemzi Sálmont, Sálmon pedig nemzi Boázt, és Boáz nemzi Obedet, és Obed nemzi Isait, Isai pedig nemzi Dávidot.